Az eredményhirdetéssel lezárult a Hévízió videópályázat, melyet a TDM Egyesület a Hévízi Televízió közreműködésével bonyolított le. A pályázatot a jelenleg futó TDM pályázati keretből valósítottuk meg, ami most fog zárulni november 30-án, és azért illesztettük be ebbe a pályázati programba ezt a kis filmpályázatot, mert azt gondoltuk, hogy ez egy olyan célközönséget és egy olyan szempontot tudunk figyelembe venni, amit korábban mondjuk még nem volt rá mód itt a városban. Az adta az ötletet, hogy az alkotókat és a nézőket is arra ösztönözzük, hogy kicsit más szemszögből ismerhessük meg Hévízt, ne az a megszokott egészségturizmus gyógytó témakörre épüljön fel a marketing, hanem inkább lássunk más nézőpontokat is, érdekességeket, ki mit szeret a városban, miért érdemes idejönni azon túl, hogy van itt egy gyönyörű gyógytó. 13 kisfilmmel neveztek az alkotók, Mezőkövestől Budapesten át Hévízig, HD kamerákat és mobiltelefonokat egyaránt megmozgatva. A műveket augusztus 30-ától a YouTube közösségi videómegosztón bárki megtalálhatta, és itt lehet gyűjteni a közönség szavazatokat a tetszik gomb megnyomásával. Szeptember 20-án éjfélkor zárult a voksolás. A számláló állása szerint 593 szavazattal Budai Mátyás Manó Hévízió 2013 című munkája nyerte el a közönségdíjat. A 19 éves Zalacsányban élő fiatalember, aki egyébként Hévízen járt általános és középiskolába, fotókockákból sziszifuszi munkával építette fel mozgó filmjét. Hogy magamtól tanultam meg, így ilyen tanácsokat kaptam ismerősöktől, egy nagyon jó fotós barátom, aki a győzelemhez is egyébként hozzásegített a rajongói oldalával, ő segített igazából így megtanulni ezeket az alapvető dolgokat, a többit azt meg igazából így magamtól is rengeteg teszteléssel és próbálgatással tudtam elsajátítani. Még tanulsz? És ha igen, akkor hol? Hát most egyelőre szünetelek, és remélem, hogy jövőre a filmművészetire be tudok kerülni, és akkor ott szeretnék tovább tanulni. A szakmai díjat a háromtagú zsűri ítélte oda, melynek elnöke Kandász Andrea, a TV2 műsorvezetője, producer, az utazás nagykövete volt. Első körben a 13 kisfilm közül 4-re is maximális pontot adott. Ugye az volt a kiírás, hogy mindenki azt a Hévízt mutassa meg, amit neki jelent. És számtalan olyan alkotást kaptunk, ami adott ahhoz a képhez, ahhoz a saját szubjektív képemhez, és szerintem a többi zsűrit a képéhez is, ami Hévízről élt benne. Úgyhogy mindenképpen sikeres a pályázat, és nagyon jó alkotások születtek. Nagyon nehéz volt sorrendbe rakni őket, hogy ki nyerje meg. Mennyire érezted úgy a bírálat közben, hogy időnként az almát a körtével kell összehasonlítani? Hát pont így éreztem, mert hogy ugye voltak PR filmek, image filmek, vírusvideók, nagyon édes családi vírusvideó, nem tudom, hogy a nézők tudják-e már, de ők nyertek. És igazából pontosan, tehát, hogy a körtét és az almát nagyon nehéz összehasonlítani, de azért lehetett szerintem, mert a PR filmeknél nagyon látszik, hogy ez egy megrendelésre készült, ez nem egy belső indítatásból, de nagyon profi történettel, gyönyörű képekkel, jó szereplőkkel. A másik oldalon viszont az alma, pedig nagyon megmosolyogtató, sokat dolgoztak vele, és egyébként én javaslom is nektek, hogy mindenképpen a hévíziek rakják föl vírus videóként például azt a filmet, ami nyert, mert hogy nagyon sok anyuka sorban fog állni, hogy ide érkezzen Hévízre, és ide jöhessen a gyerekével. A győztes az épp külföldön tartózkodó Kardos család lett, így képviselőjük vette át a díjat. A Tavirózsák városában című film főszereplője egyébként a család szemefénye, a másfél éves Nikolászt. Vele járják be a nézők a város különböző pontjait. A nyertes filmeket a többi alkotással együtt bárki megtalálja a jövőben is a YouTube videó megosztón. A 13 kisfilmet egyébként mai idegenforgalmi műsorunkban levetítjük.